Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, még az elemással jelentkezünk nektek, mint a Roller Coaster Tycoon című sorozatunk 14. epizódjával, ahol is a mai alkalommal folytatjuk továbbra is az Evergreen Gardens-i küldetésünket, amely hát még azért nem érkezik a vége felé, de megkezdtük ugye a harmadik évet, tehát túl vagyunk a felénél, hogy így fogalmazzam, és azért vannak aggodalmak itt a játék terén így magunk részéről. Ajaj! Mert hogy folyamatosan egyre inkább elkezdenek egy kicsit sóvárak lenni ezek az emberkék. És ez egy kicsit zavar. Tehát pénzéhesek kezdenek lenni itt az emberkék. Tehát az, hogy felére kell lecsökkentenem a hajóhinta kettőnek az árát. Itt pedig egy dolcsi alá kell csökkentenem a hajóhinta árát, hogy jöjjenek az emberek. Hát azért... Hát megnehezítette a dolgomat, közben itt a... Igen, ott bedöglött az egyik jármű. Viszont a manézs az beindult, mint látható. Tehát 20 dolcsiért. És egyébként azon gondolkodom, hogy a negyedik év végét mond a küldetés, igaz? Hogy rosszra klikkelj, azaz. Igen, október 4. év vége, 600 ember, 600 rátával és 1000 ember kell legyen minimum a Vidám Parkban. Azon gondolkodom, hogy ugye létszám plusz park ráta. Azt nem tudom, hogy meg tudom-e azt oldani, hogy mondjuk felemelem mondjuk 10 dolcsira a park belépőjét. Nagynak hangzik. Viszont cserébe az összes létesítményünknek az árát ingyenessé tesszük. Nem tudom. De az biztos, hogy ez egy óriási dolog volt ez a vízi csúszda. Még egyszer mondom, nagyon oda kell rá figyelni, mert ha elromlik, akkor a beragadás az itt megvan. Tehát a water slide elromlásakor azonnal szükséges nekünk egy teljes restart. Legalábbis rá kell nézni, hogy egyáltalán működik-e az egész. Lehet, hogy azt kéne mondanom, hogy én magamnak ezt most itt kéne tartanom. Lássam, közben egy boltot fogunk kapni egyébként, most nézem. Nem lehet egyébként maximum funding, most pénz nem számít alapon. Bár mondjuk elkezdtek pénzsóvárak lenni. Megint, nézd meg, betöltik a hajóhintákat. Cserébe a manés megy, illetve a labirintus például, ami elmegy. Viszont a hullámvasút is kezd elmenni. Érdekes módon az egyes számú hullámvasút is kezd megadni. Tehát az, hogy erre a kocsira mindösszesen 4-en szálljanak föl. Na, kaja lesz! Kaja lesz! Erre ki kéne találni valamit, mert azért az, hogy mínuszba csúszik a hullámvasutam, azzal nem lennék kibékülve. Ezt mondjuk magam építettem. Jut eszembe, el is lehetne menteni. Vagy itt nincs ez a mentés. Ha nem, nincs. Nem tudom elmenteni.
Hoppá, két emberkém összetalálkozik, két mechanikusom. Na, 500... Nem, 860-nál vagyunk így látogató számilag. Megint elromlott a... Megint elromlott a... bokárt. Most pehjemre ráadásul elég messze is van a... Viszont inkább arra kell figyelnünk, hogy a handymenünk azok kezdenek elfogyni. Itt például semmilyen munkát nem látom, hogy elvégezne a handymenünk. Na, ott jön az emberkém, jó van. Lehet, hogy be kéne dobnom egy nevettetőt is. Na, megjött a kajálda. Egy kis money, nem olyan vészes, de kell. Azért lenne olyan jó oldalra, mert akkor... Na, közben. Már még a hajóinta is meghibásodott közben, mindeközben. A szuperka. Azt írta, hogy a profitom az egy kicsit... A heti profitom 2000 alá csúszott? Na azért! Az valami ott nagyon hibás volt. Nagyon bebakolt ott valami. Jaj. Na jó, dolgozzunk az élményért. Jelképes 10 dolcsi. Igazából a csúzánál kell még egy kicsit lepakolnom, és akkor már szerintem rendben vagyok. Igaz, most ezzel azt fogom csinálni, hogy szétoszlik a vevőkör. Például olyan szinten szétoszlik a vevőkör, hogy például a car ride-nál már senki nincs. Viszont a vízi csúszdánál az ár az úgy néz ki, hogy rendben van. Egyelőre úgy látom legalábbis. De való-e az rendben van. Na, újabb boltot fogunk kapni a kutatóbázistól.
kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a bizonyos dolog. Hát igen, azért most megint... Na bazd meg! Mi a faszom történt? Nem állt meg időben. Az a baj, innentől kezd... Aha, meghibásodott a fék. Na bazd meg. Úgy is gondolkodtam azon, na léggömbárusunk lesz. Úgy is gondolkodtam azon, hogy egy kicsit kibővítem a hullámvasutat. Csak gondolkodom, hogy hogyan tudom. Például itt erre fele tudnám egy kicsit bővíteni, de az a baj, hogy nem fogom tudni bővíteni, mert hogy ott a manim. Hú, most vissza kell tornázni magunkat ezzel a balesettel, nagyon nem jártunk jól. Most 16 ember mínusz, ugye? Most se feledjük el. Meghibásodott a fék. Mit csináljak? Ha így beindítom, az új rendben van? Ne. Nem fogja engedni addig, amíg. Az a baj, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt megszervizelni, de lehet, hogy a teljes ledilítelés fog majd történni. Hát... Már pedig azért nagyon sok manit hozott ez a dolgunk. És ugye kapunk belőle manit, de... engedi el beindítani. Várjál, mi van akkor, hogyha én belenyúlok a konstrukcióhoz? Hoppá! Ó! Megjött a léggömbárusom, ellenben a manim az elfogyott. Hát igen, addig, amíg a crash az nem jön be, illetve... Jó. Ez a hullámvasutam, ez dilit. Viszont ezáltal... most felszabadult egy hely, de első körben most én egy lufi árust vásárolok, egy párat, hogy... Ez is akkor így egy kicsit a színvonalat erősítse.
Ez az utcsó. Még egyet talán majd oda fogok ledobni. Itt erre felé. Hát igen, akkor azt fogom tenni, hogy építünk egy erősebb hullámos utat szerintem. Igaz, mondjuk itt azért meg lesznek a problémáim így az emelkedésével kapcsolatban, mert ez viszont más, hogy... Tehát itt a kanyargós emelés, ez nem fog működni. Itt látható már. Várjál, nem még egyet. Azért drága. Már nincs víz. Még egy bolt. Nagyon időlek játék. Hát igen, most van az, amikor építeni kell hullámos utat a nem létező pénzből. Úgyhogy most szenvedjük kárát annak, hogy ugye nincs money. És hogy pénzéhes a kedves közösség. Mit mondasz azzal? Én azt mondom, hogy a vízi csúszdát egy picit felemelem kettőre. De így nem fog megépülni egyáltalán. Úgyhogy kénytelen vagyok kölcsönt felvenni, hogy megépüljön a hullámvasút. Egy kicsit hasonlót felállítani. Menjen magasabbra. Hú, ez nem néz ki valami szépen. Ez így. Szép kis csúszda lesz ez itt. Nem egyből eldurogtatni az egészet, én azt mondom. Van ilyen, hogy eltüntetem a...
Ez az, erre gondolok. Ez most nekem jobban segít. Igaz, hogy vele most így akkor nem látom azt, hogy hol vannak a... Zsupsz, legyen ott egy fotó. Azzal csak pénzt keresek. Mit kapok? Vatta cukorárus. Meg is kaptam. Jaj, de csodálatos a dupla klikereje. Oké. Csináljunk egy nagyobb kanyart. Ah, itt van egy kis gond, mert itt bódi lesz. Meg az nekem másra kell itt az a rész, úgyhogy akkor kicsit szigorúbb kanyarral. Menjél föl. Irány. És akkor azt mondom, hogy megvan, mit csinálok vele. Csak ezzel meg az lesz a gond, hogy szerintem nem lesz elég a sebire. Igen, ez megint az lesz, hogy teszteljük. Tesztelni fogjuk, hogyha megvegyünk a vasúttal. Elfogyott a money. Igen, most már szerintem azt fogom csinálni, hogy még itt alatta átmegyünk egy 11-es szint emelkedéssel. És akkor legördítjük szépen, és akkor úgy. Szerintem az lesz, hogy a 11-essel fölmegyünk, lemegyünk 8-asig, és akkor úgy. Egy 1000-est kérek szépen, kedves játék, és akkor utána már remélhetőleg ez a villámosút, ez már elég lesz majd ahhoz, hogy egy kicsit a játéknak a végét tényleg eldöntsük a mi irányunkba. Szóval úgy látom, hogy a játék az már így egy kicsit a tekintetben kedveskedett nekem, illetve nem is a játék, hanem az adásidő, hogy eldöntse, hogy meddig tartsuk. Azaz arra gondolok, hogy befejeződik mindjárt megint erre az adásidőnk. Ezt már biztosan fogja kibírni, hogy 14-ig felemeljük. Sőt, fel kéne emelni 12-esig, hogy tudjak egy kanyart csinálni vele. Megye?
Ó, basszus, ennyi volt ez az ezres. Csináljuk így. Mennyibe kerül, ha elforgatom? Annyiba, hogy pont jó lesz. Na, nézzük. Azért nyomjunk egy féket. Pedig kicsit erősebb jellegű féket, 31-ig. Azért legyen egy kis szabad esésük. De a második féket nyomjuk meg. Erősebbre. Őt nyomjuk meg 31-re. Jó, akkor entrance, kijárat. Oké. Na nézzünk egy próbamenetet. Biztos vagyok benne, hogy ez így nem lesz jó. Már csak azért is, mert kicsit túl nagyok a kocsik. Ezért jó lenne, hogyha három kocsival megoldanánk az egészet. Azaz, öt kocsival meg lesz oldva. Na nézzük. Na nézzük. Viszont lejárt az adásidő, és már a próbaidő sem fér bele, hogy berakjuk. River Rapidsot fogunk kapni, azt már látom. Úgyhogy megköszönjük a kedves nézőknek a figyelmét, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, a következő adásra kiderül, hogy sikerült ez a hullámvasút. Sziasztok!